A magyar nyelv és irodalom tantárgya a hétfőn megkezdődtek a középiskolai érettségig. A diákoknak a szövegértési feladat mellett szövegalkotásban is bizonyítaniuk kellett. Választhattak érvelés, összehasonlító elemzés vagy műelemzés kategóriából. A műelemzést választóknak ezúttal Márai Sándor az Árva című novelláját kellett elemezniük. Én a novella elemzést választottam, már korábban gyakoroltuk, órai kereteken belül is, ezért úgy gondoltam, hogy azzal tudnék úgy megmérkőzni. Sokan választották azonban az érvelést is. Ezen feladat gondolatindítója idén Leszek Kolakowski, lengyel filozófus és író rövid esszéje volt. Ehhez kapcsolódóan kellett a diákoknak az utazás irodalomban betöltött cselekményszervező erejéről állást foglalniuk, irodalmi példákkal alátámasztva. Kincses László, a Vai Miklós Református Szakképzőiskola épületgép és szakmacsoportos tanulója is emellett döntött. Ahogy az előző évi érettségeket néztem, szerintem ez egy picit könnyebb volt. Remélem, hogy jól fog sikerülni. Ilyenre számítok a többi érettségi tantárgyból is. A matek érettségére a legtöbben hétfőn még félelemmel gondoltak. Akadtak azonban kivételek. A matekot azt nagyon várom. A református gimnázium diákjai a megmérettetés napján már nehezebbnek érezték az idei matek érettségit. Úgy számítottam, hogy jobban fog sikerülni. Akikkel beszéltem osztálytársakkal, ők is jobbra számítottak, azt mondták, hogy nehéz volt. A refiben összetettnek ítélték meg a rövidebb feladatokat, melyek megoldására 45 perc állt rendelkezésre. A matematika szakra készülő Ádám azonban ezeket és a bonyolultabb számításokat igénylő példákat egyaránt könnyűnek érezte. Én nagyon jó érzésekkel jöttem ki a matematika érettségiről, mert úgy érzem, hogy talán még a 100%-ot is megcsíphetem. Szóval most fel vagyok dobva egyenlőre, majd kiderül június 4-én, akkor lesz kiosztva. A megmérettetés folytatódik. Holnap történelem tantárgyból kell bizonyítaniuk a tanulóknak.